Ő megszökött az intézményből, de ott maradt egy pár cucca. És szerinted megengedik, hogy csak úgy körülnézzünk? Ugyan. Csak hogy én az álcázás mestere vagyok. Üdvözlöm, Dr. Huntley vagyok. Hello. Nos, kit is kellene egy kicsit megvizsgálnunk? A bátyámat. Larryt. Kézzel állok, mester! Hadd menjek be! Tudom, hogy nagy a nyomás, de az egész csak pszichológia. Az embernek pozitívan kell gondolkodnia. Íme egy hurokformáció lassított felvételben. És most lássuk visszafelé. Nebleti vettod is sal, oj cemrov koruk gej emi. Gyeskusján nem tárgyot vizitod. Ejgó hab cipcip. Nem Larry lesz az első profi rugby játékos, akit kezelünk. Valóban? Igen, nos, nagyon odafigyelünk arra a stresszre, amely az élsportolókat sújtja. Passzold! 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 El kell majd végeznünk egy kis előzetes értékelést, de Larry bizonyára jól be fog illeszkedni. Passzold már! Kék 42! Kék 42! Rover, ülj le! Hopp, hopp! Mintha nehezére esne abba hagyni a játékot. Larry régen elmebeteg már? Amióta csak ismerem. Íme az egyik terápiás termünk. Ott a kertben kézművességgel foglalkozunk, itt egy raktár van, a folyosó végén pedig még egy... Fél idő! Ba-b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 a
Most jól el lesz magában. Úgy 20 percig. Hát akkor most megmutatom a hálótermeket. Okay.